Szüleim, mondhatnám, kispolgárok voltak. Édesapám boltos volt, édesanyám könyvelő egy állami gazdaságban, és mivel édesapám nagyon korán elvesztette a szüleit, 15 évesen a II. Világháborúban egyedül tartotta el a testvérét, hamar felnőtt lett, viszont Szentesen megismerték, egy idős házaspár befogadta édesapámat, és tulajdonképpen ők lettek az én mostoha édes nagyszüleim, inkább így mondom. És ezt azért vezetem így föl, mert ők valamikor módos gazdák voltak, és oda költöztünk hozzájuk ebbe a módos gazda házba, amit úgy lehet elképzelni, ahogy manapság már kevesen, de talán önök közül még emlékeznek rá is, látni lehet a környező falvakban még ezekből csodálatosakat, felújítva akár. Na, egy ilyen házba laktunk, és természetesen a szüleim fizetése nagyon mérsékelt volt ahhoz képest, hogy két fiú gyereket neveljenek, tanítassanak. Így a testvéremet mindenképpen meg kell említenem, aki 16 hónappal követett engem az élők sorában. Tehát kettőnket így neveltek, szerény körülmények között, és édesapám kitalálta azt, hogy ebben a módos gazda házban, ahol rengeteg melléképület volt, istállók, a régmúlt gazdag tennivalók helyszíne, azok újra értelmezhetőek valóban a tennivalók helyszínévé, úgyhogy belevágott a disznózásba, teheneink voltak, és természetesen minden apró állat, ami ilyenkor egy ilyen módos gazdaházba megélhet. Úgyhogy mi elég hamar beletanultunk a paraszti munkába a testvéremmel.